Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Január 5-e. Az utolsó nap ezeknél a misztikus napoknál, a jó szellemek éjszakáinál. Ahogy átéled ezt a napod, ami veled történik, vagy utal kapcsolatokra, érzelmekre, mindarra, amit 5-én átélsz, azt átviszed automatikusan december hónapra. De ezen tudunk segíteni, mint például egy szertartás által. Én tartom ezt a szertartást, amire természetesen jelentkezhettek. Ez kihat december hónapra, hogy szerencséd legyen december hónapban. De utal bizonyos témákra is, nem csak decemberben, hanem egész évben. Véd bennünket baleseteknél. Ez lehet autóbaleset vagy sportbaleset, és hogy ez ne történjen meg, akkor ez a szertartás óv bennünket ettől. Arra is utal ez a szertartás, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy új irány, legyenek konkrét célok. De ne csak célok, hanem mozgás is kell, hogy ezeket elérjük, ezeket a célokat. És ebben segít ez a szertartás. Azon kívül óv benneteket utazásoknál, vagy segít abban, hogy megtaláljátok ezt az életutat. Ez lehet egy belső út is, például egy spirituális terület. Mindenben segít ez a szertartás, ami mozog, hogy előre menjenek az események, hogy legyenek változások vagy utazások. Segít a sportnál, a sport tevékenységnél, vagy autónál is. Például egy autó vásárlása, vagy egy autó eladása. Sőt, még a jogosítvány megszerzésénél is segít.
Az a fontos, hogy legyenek bizonyos kapcsolatok, legyen egy irány, legyenek célok, és legyen mozgás. Mint mindig, ennek a szertartásnak is van gyógyító ereje, mégpedig, ami a mozgással kapcsolatos. Vagy csípő megbetegedéseknél. Ami fontos ezen a napon, vagy december hónapban, vagy ennél a szertartásnál, ez az irány, ez a mozgás. És ebben tudok segíteni nektek. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.